Üdvözöllek! Köztudott, hogy a folyamatos ülés nem kifejezetten egészségbarát, ezért rendszeresen célszerű felállni és mozogni egy kicsit. Általában a 45 percet vagy az 1 órát szokták javasolni, mint időtartamot, amelyet üléssel szabadna töltenünk, aztán egy rövid pihenő következik, egy 5-10 perces pihenő, amely idő alatt nem ülünk. Korábban már megnéztünk egy programot, ahhoz viszont ugye számítógép kell. Ugyanakkor nem mindenki számítógéppel végez ülőmunkát, vagy akármilyen tevékenységet. Nekik lesz tökéletes választás ez az alkalmazás, amely Androidon fut, de egyébként létezik ilyen iPhone-ra is. Hogyha a Google Play-en rákeresel, hogy stand up, akkor ezt meg is fogod találni. És ez semmi más nem csinál, mint hogy bizonyos időközönként figyelmeztet, hanggal vagy némán rezgéssel. Ez nyilvánvalóan bármikor nálad lehet, akkor is, hogyha nem vagy számítógép közelében, vagy esetlegesen a számítógépen nem használhatsz semmilyen programot, például egy munkahelyen, csak azt, ami eleve adott. Ilyenkor ez egy jó szolgálatot tehet a számodra. Hogyha ezt telepítetted és megnyitod, akkor láthatod, hogy ez egy tényleg elég egyszerű alkalmazás, tulajdonképpen semmiből nem áll, mint egy időzítőből, amelyet el tudunk indítani, valamint le is állíthatunk. Illetve itt van egy ilyen szerkesztés ikon, amely alatt van néhány lehetőség. A working time az az idő, amíg dolgozol. Hát konkrétan ugye ülsz. Ezt át lehet állítani, most az egy percre van a példa kedvéért állítva, de ezt át lehet állítani nyilván jóval nagyobb időtartamra is. Felle lehet ezt itt mozgatni, vagy éppen be is lehet írni konkrétan az értéket. Beírok mondjuk nem is percet, hanem akkor órát és 0 percet, tehát 1 óra, és a standing time, amíg nem ülsz, hanem valami más tevékenységet végzel, hát sétálsz vagy akármit. Hát ez most 5 perc, nyilván ezt is át lehetne állítani, mondjuk 7 percre, sikerül, így, kész. Sound, hogy hanggal figyelmeztessen vagy sem, nánra van állítva, hát látható, hogyha most itt ezt megnyomod, akkor itt ki lehetne választani egy hangot, egy neked tetsző hangot. Ez talán szerencsésebb, mint az, hogy maga az alkalmazás egy előre rögzített hangot állítson be, mert így jött állít az, ami neked szimpatikus, de ez nem kötelező, most nem is állítok be. És hát a rezgés időtartama 1000 másodpercben, 3000 ezred másodperc, az 3 másodpercig fog jelenleg rezegni, de ezt is át lehet állítani ezzel a csúszkával, amint látható. A rezgés mellett egyébként a kijelzőt is kivilágítja, tehát eléggé feltűnően jelzi azt, hogy most akkor egy kis pihenőt kéne tartani. És hát igazából ez így ennyi. Itt ezt el kell menteni, hogy megvannak a beállítások, utána pedig el kell indítani. És akkor szépen megy az idő, amint látható, amelynek a leteltével figyelmeztetni fog, hogy most akkor már egy kicsit pihenni kéne. Ha letelt a pihenő, akkor természetesen arra is figyelmeztet. És tulajdonképpen ez így tényleg ennyi. Hát mondjuk annyival többet tudhatna, hogy például be lehetne állítani, hogy mely napokon induljon el automatikusan ez az időzítő. Tehát mondjuk hétfőtől péntekig napi 8 órában az adott időszakban, mondjuk reggel 8-tól délután 4-ig, de erre még ebben az alkalmazásban nincs lehetőség. Hát vagy talán később kiegészül, vagy megjelennek még egyéb hasonló más alkalmazások is, amelyek majd ezt is biztosítják a számunkra. Ettől függetlenül úgy gondolom, hogy nem egy nagy kihívás minden nap reggel ezt elindítani, aztán a nap végén meg leállítani.